A kacsánk szomorú, mert nem kap inni. Hörpintus permanentus. Nem tud ellenállni a varázsigének. Hogy is működik valójában a szomjas kacsa? A feje szivacsos, nedves, így könnyen párolog, az hőelvonással jár, és a tartályokban lévő nyomás különbség miatt, hiszen itt felül hideg, alul meg melegebb, illetve párolgó, gyorsan párolgó folyadék van, a nyomás különbség föltolja a folyadékot a kacsa fejébe, megváltozik a súlypontja, és átlendül a holdponton. A nyomás kiegyenlítődik, és kezdődik előről a folyamat.